Sokszor vagyok bajban, amikor vendégeket kérdezek arról egy bizonyos kijelentésről, amely kijelentést egy politikus tett, mert olyan sokszor kapom viszont válaszul azt, hogy hát ne haragudjon erre, én most mit mondja. Úgyhogy őszintén remélem, hogy Békessy Lászlótól most nem ez lesz az első válasz. Jó estét kívánok! Köszönöm. És akkor ha ez lesz, akkor meg más irányba elkanyarintjuk. Szóval Rogán Antal azt mondta, hogy Matolcsy György jött ért támadásoknak az oka az, hogy ő sikeres. Sikeres? Tehát mindaz, amit tudunk Matolcsy György jegybank elnöki tevékenységéről, a jegybank eredményeiről, ha ezt összefoglaljuk, akkor ez a legjobb kifejezés? A monetáris politika sikerét nagyon sok minden el lehet mérni, és rengeteg összetevője van. Arra nem lesz időnk, hogy valamennyit felsoroljam, csak a legfontosabbakat. Ugye a jegybankok alapvető feladata az árstabilitás őrzése, a nemzeti valuta, ahol még nincs közös valuta, és a mi esetünkben ugye erről van szó, saját nemzeti valutánk van, értékállóságának az őrzése, és a pénzügyi rendszeren keresztül az ország pénzügyi stabilitásának biztosítása. Hogyha ezt a három dolgot nézzük, akkor a következőket látjuk. Konkrét árfolyam célja a jegybanknak nincs, de a jegybanki monetáris politika konkrét gyakorlata elviseli, hogy a magyar forint vásárló értéke a kulcsvalutákkal szemben az elmúlt 5-6 évben jelentősen romlott. Matolcsy féle és a hozzátartozó szakember gárdának a filozófiája szerint ez kifejezetten hasznos a magyar gazdaság számára, hiszen az exportőröket ugye ösztönzi, a világban igazán nagy áremelkedés nincs, sőt, deflációs problémák vannak. Ez így van ön szerint tehát, is? Tehát, hogy ez jó? Igen, valóban deflációs problémák vannak. Nem azt kérdeztem, tehát, hogy ez sikernek tudható be, és hogy ez így kell csinálni? Önmagába véve ez nem mérce, ez így nem siker. Nyilvánvalóan a gyengébb árfolyam azoknak a kifejezetten magyar termelőknek hoz hasznot és jó, akik exportra termelnek. Ilyenek nagyon kevesen vannak. Ugye a magyar export teljesítménynek a 80%-át a multinacionális cégek állítják elő, és nekik pedig teljesen mindegy, hogy milyen a forint árfolyama, mert ők ugye a saját valutájukkal gazdálkodnak, az anyacég látja el őket többnyire finanszírozási forrásokkal, hiteleket sem nagyon, vagy csak nagyon szűk mértékben vesznek igénybe. Tehát ők ugye vagy euróban, vagy dollárban gazdálkodnak, számukra tehát közömbös a forint árfolyama. Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy ami a jelenlegi pénzügyi világban zajlik, ahhoz képest a jegybank túlságosan mást nem nagyon tehetne ebben az ügyben. A második dolog, hogy hogy alkalmazza a legfontosabb eszközöket, tehát milyen kamatpolitikát folytat, milyen nyílt piaci műveleteket végez, ha már nincs árfolyam politikai célja, illetve a másik nagy feladata a jegybanknak, hogy hogyan szabályozza a hazai pénzügyi rendszert, a pénzintézeteket, bankokat és más pénzintézeteket, hiszen a konkrét monetáris politikai akciókon kívül jegybank feladata a monetáris szabályoknak az alkotása is. Ami a kamatpolitikát illeti, itt tulajdonképpen egy önálló nemzeti bank esetében sincs igazán nagy eltérési lehetőség attól, mint ami a világban történik. Hogyha a világban a kamatok nulla felé konvergálnak, akkor nem tehet mást a jegybank sem, mint hogy csökkenti a kamatokat. Ráadásul volt honnan csökkenteni, hiszen ugye kétségkívül évekig, sőt azt is mondhatnám, hogy legalább másfél évtizedig, ugye a magyar monetáris politika egyik hibája az volt, hogy az erős forint, a jó forint árfolyam jelzi egy gazdaságnak az erejét, és ehhez magasan kell tartani a kamatokat. Ez természetesen nem így van, különösen egy nyitott gazdaságban, mint amilyen a magyar gazdaság. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokáig magasak voltak a magyar kamatok, innen lehetett csökkenteni. Ma ugye ezek a kamatok tulajdonképpen közelednek a nulla felé, vannak a világban olyan nagy országok, ahol már túljutottuk, már negatív kamatok is vannak. Matolcsyék belekezdtek egy szisztematikus és következetes kamat csökkentésbe, erre azt kell mondanom, hogy ez rendben van. Ez mindaddig nem okoz gondot a magyar gazdaság számára, a gazdaság szereplői számára, ameddig nem változik meg ez a kurzus.
Hogy meg fog változni, azt pontosan tudjuk, csak azt nem, hogy mikor és milyen mértékben. A kurzus ugye, alatt most mit ért? A kamat csökkentéseket föl fogja váltani a kamat növekedésnek a ciklusa, hiszen ezt a lényegében a világgazdasági válságot követő mély recesszió megelőzése érdekében gyakorlatilag korlátlan jegybanki pénzkibocsátást be kell fejezni. Ugye előbb-utóbb nyilvánvaló, hogy ez együtt fog járni többek között a kamatoknak és a hozamoknak a növekedésével is. Az amerikai jegybank már elkezdte, kicsit talán lassabb ütemben fogja és kisebb mértékben, mint ahogy ezt eredetileg tervezte, de elindult ezen az úton. Az Európai Központi Bank ezt később fogja az európai gazdaság gyengéségei miatt követni, de be fog következni. Magyarországnak is nyilvánvalóan előbb-utóbb ezt a kamatcsökkentési periódust be kell fejezni, és akkor át kell állni majd egy növekedésre. Majd erre vissza fogunk térni, mert a sikeres Matolcsi-féle monetáris politika egyik mércéje az lesz, hogy vajon hogyan fogja tudni menedzselni ezt a váltást a jegybank. A kamatemelést. Ugye, hát többek között a kamatemelést. És hát persze arról se szabad megfeledkezni, hogy főként a Magyar Jegybank esetében a pénzügyi szabályozásnak, a monetáris szabályozásnak is óriási szerepe van. Kitüntetette nem egyszerűen a pénzintézetek szabályozásának, annak is, de ugye a Magyar Jegybanki konstrukcióban a pénzügyi felügyelet is átkerült a jegybank szervezetébe. Tehát itt a szabályozás és az ellenőrzés egy kézben van. Azaz tehát közvetlenül rendelkezik minden olyan eszközzel a jegybank, amely a pénzügyi szervezeteknek a tevékenységet befolyásolni képes. Szabályoz, büntet, akármit csinál. Brokerbotrányokat göngyölít fel. Hát például, igen. Megelőzni talán jobb lett volna, de hát az nem sikerült. Ugye hát most akkor a felgöngyölítésnek a szakaszában és a kármentésnek a szakaszában vagyunk. Ezt bizonyára nem lehet a jegybanki sikerek között elszámolni. De hogy világos választ adjak, azok a jegybanki lépések, amelyek megfelelnek a nemzetközi pénzvilágban kialakult főtrendeknek, ha úgy is mondhatnám a mainstreamnek, azok nem hibásak a jegybank részéről, azok rendben vannak. Ami ettől eltér, azoknak a természetét érdemes ahhoz vizsgálni, hogy a Matolcsi-féle jegybank tevékenységet valóban reálisan lehessen megítélni, és ezek jó néhány ponton eltérnek. Ugye nem véletlen, hogy legalább három olyan szintje van a jegybanki tevékenység elemzésének, amellyel érdemes azért foglalkozni, hogy tisztességes képet kapjunk. Az egyik a jogi környezetnek a megítélése, magyarul. Mi az, ami jogszerű a jegybank tevékenységében, és mi az, ami törvénytelen. A másik a közgazdasági hatások. Hogyan hat a jegybanki monetáris politika és annak a konkrét gyakorlata a magyar gazdaság szereplőire, általában az egész magyar nemzetgazdaságra. És van egy harmadik, szerintem legalább olyan fontos ügy, jegybankok esetében pedig kitüntetett, ez pedig egy morális, egy kicsit azt is mondhatnám, hogy néhány esetben már a büntetőjog területére tartozó elem is. Menjünk a kérdés sorba. Az, hogy érdekli-e mind a három elem, vagy csak röviden. Majd bele-bele kapok mindegyikbe a jogi környezet, tehát azért az elmúlt napokban rengeteget beszéltünk erről, és akkor kezdjük mindjárt a KIH-nál. Az csak végigfutva a jegybankról szóló törvényt bárki számára kiderülhet, hogy alapítvány, mint olyat létrehozni nem tilos a jegybanknak. De aztán onnantól kezdve, hogy mi történik azoknak az alapítványoknak a pénzével, milyen pénzt visz oda a jegybank, ott már azért nem olyan világos a kép. A törvény, jól olvassuk a törvényt, hogyha úgy olvassuk, hogy az alapítványt, ha létrehoz a Magyar Nemzeti Bank, akkor annak az alapfeladataival valahogy kapcsolatban kell lennie az alapítványoknak, azon kívül a felügyeleti díjakból befolyt összegeket viheti csak ki az alapítványokhoz? Így is lehet a jegybankról szóló törvényt értelmezni, de ennél sokkal fontosabb az az alapszabály, hogy a magyar jegybanki törvény konkrét taxatív felsorolást tartalmaz arról, hogy mi a jegybank feladata. A jegybanki jogászok és a Matolcsi-féle apologéták azt mondják, hogy amit nem tilt a jegybank törvény, azt szabad. Mindent megtehet a jegybank, amire a jegybank törvényben nincs kimondva a tilalom. Ez fordítva van.
magyarul meg kell tennie mindent a jegybanknak, ami fel van sorolva a jegybank törvényben, mint a monetáris hatóság feladata, de ami nincs felsorolva, azt nem teheti meg. Na de hát ez egy furcsa jogértelmezés, hogyha hát, azt mondja, hogy magyar... Ugye nem először hallja ezt, De valami extrém példára gondolok, hogyha magyar, tehát a Nemzeti Bankról szóló törvényben nincs benne az, hogy egyébként a Magyar Nemzeti Bank ebben az országban bármikor kereskedhet használt ruhával, akkor ez azt jelenti, hogy kereskedhet használt ruhával? Igen, persze, szóval ezek azok az extrém példák, amelyek bizonyítják, hogy tökéletesen hamis, és tulajdonképpen semmi más, mint egy alibi, egy rossz gyakorlat védelmébe, szerintem sikertelen védelmébe, jogi védelmébe. Ez azért nagyon fontos, mert ugye ebből a konkrét jogi megoldásból származik az, hogy bizony a jegybank nem veheti át a kereskedelmi bankok tevékenységét. A jegybank számára a monetáris politika végrehajtása a cél, nem pedig nyereség elérése. Következésképp a jegybank minősítését, munkájának eredményességét azon nem lehet lemérni, hogy egy adott évet a jegybanki mérleg most pozitívan vagy negatívan zár. Az a monetáris politika eredményétől függ, és lehet, hogy kitűnő, hatékony monetáris politikát végrehajtó jegybank veszteséges. Ja, elásd Svájc, igen. Hát a világ nagybankjai, tulajdonképpen mindegyik. A Fedtől kezdve a BOE-ig és a japán jegybankig mindegyik. De nagyon eredményes és sikeres az általuk végzett monetáris politika. Ez azért nagyon fontos, mert amikor a Matolcsy féle jegybank sikerei ugye a kormányzati kommunikációban elhangzanak, az egyik érve az, hogy a Matolcsy vezetésével megszűnt a jegybank vesztesége, ez tehermentesíti a magyar költségvetést, sőt a jegybank nyereséges. Következésképp a jegybanki nyereség az egyik mércéje a jegybank jó tevékenysége. Sőt, az nem alapítványok által felhalmozott vagyon is, ami nem lett kevesebb, sőt, több lett, mondta Rogán Antal, az is egy ilyen fokmérője, ugye még gyarapították is a vagyont, mert hogy vettek sok mindent. Ez az, ami nettó hazugság. Ugye azt szoktuk mondani, amikor szakértők nagyon szolidan fogalmaznak, és kerülik a vaskos megfogalmazásokat, hogy a jegybank, a magyar jegybank törvény, amit egyébként a jogalkotók már ugye ennek a rezsimnek az igényei szerint szabtak át, az egy aszimmetrikus törvény, ami azt jelenti, hogy a jegybankok mindegyikéhez hasonlóan a magyar állam, mint az egyetlen tulajdonosa a jegybanknak felel azért, hogy a jegybank a tevékenységét ne veszteséggel zárja. Magyarul tehát, ha a jegybank veszteséges, azt az állami költségvetésnek azt a veszteséget pótolnia kell. De azért aszimmetrikus, mert arról nincs szó, hogy abban az esetben, ha bármilyen oknál fogva a jegybank egy adott esztendőben nyereséges, akkor azt a nyereséget ugyanúgy be kell fizetnie a központi költségvetésbe, mert hiszen ez az államnak a pénze. Nincs a jegybanknak saját üzemi nyeresége. A jegybank, de ez akkor ugyanis... így nincs benne a törvényben, hogy azt meg köteles befizetni hát a költségvetésbe. Ez már önmagában is egy abszurdum. Hát ezzel élnek vissza egyébként. De azért rögtön hozzáteszem, hogy implicit módon levezethető a jegybank törvényből, mert ha igaz az, hogy a veszteséget pótolnia kell a költség, akkor az is igaz, hogyha nyeresége van, akkor azzal nem sajátjakét rendelkezhet a jegybank, hanem az az államnak a pénze. Egyébként ugye ilyenkor mindig az a kérdés merül föl, hogy jó, de is tessék mondani, mi a fenéből keletkezhet nyeressége. Ez lett a... Átgondoltam, ránéztem a személyre. Így akartam igen, mert hogy azért ez is egy fontos pont, hogy miből lett ennyi. Sejtettem, hogy ezt fogja kérdezni, és jogos. Ugye a jegybanknak vannak bevételei, ezt felsorolja a jegybankról szóló törvény. Jegybanki bevétel lehet például a kamatkülönbözet. A nála elhelyezett betétekre kevesebb kamatot fizet a kereskedelmi bankoknak, és az általa kiadott hitelekért magasabb kamatot kér, és a kettő közötti különbség, ez bizony jegybanki bevétel, és akár a nyereséget is okozhatja. Nyílt piaci műveleteket hajt végre, állampapírokat vagy egyéb értékpapírokat ad és vesz, és ezeken árfolyam nyeresége keletkezhet, vagy akár egyéb üzleti nyeresége keletkezhet, ez is a jegybank bevételei közé tartozik. Uram, bocsánat, még azt
azt is el lehet képzelni, hogy egy felelősen gazdálkodó jegybank mondjuk a saját fenntartásának üzemeltetési költségeit csökkenti, és így módon ugyan nem bevételeket növel, hanem kiadásokat csökkent, és ezáltal a költségvetést kíméli, és ez is okozhat bizonyos többletbevételeket. Nem szól a jegybanktörvény, a magyar jegybanktörvény az árfolyam változásokon elért nyereségről és veszteségről. Ami pedig egy ilyen Magyarországhoz hasonló nyitott gazdaság esetében perdöntő. Különösen akkor, hogyha az adott időszakban, és itt tekintsük ugye már a jelenlegi kurzust, a 2010 és 2016 közötti kurzust, olyan jelentős volatilitás megy végbe a magyar deviza árfolyama és a kulcsdevizák árfolyama között, mint ami bekövetkezett. Ugye egyszerűsítsünk, ugye, hogyha 1 eurónak a forint árfolyama az indulás pillanatában 2010-ben volt 260 forint, ma pedig 310 átlagokat mondok, ugye akkor 1 eurón 50 forintnyi árfolyam nyereség vagy veszteség, ebben az esetben nyereség keletkezik. A bank esetében nyereség. Azért nyereség, mert ugye a jegybank esetében az aktívákat, a bank vagyonát a mérlegében a kimutatott tartalékoknak az értékét a tartalék megszerzésének időpontjában érvényes árfolyamon tartja nyilván. Ha tehát a jegybanki tartalékokban az eurotartalék például, csak úgy mondom, a kiinduló pontban 260 forintos euró árfolyamon került elszámolva 2010-ben, és mondjuk ez egy 1 milliárd euró, akkor 2016-ban pusztán a 310 forintos euró miatt ezen az 1 milliárd eurón keletkezett 50 milliárd forint nyereség. Anélkül, hogy a kis ujját megmozdította. Ez a 260 a milliárd, ami ez az alapítványokhoz került. 260 milliárd, így van, ez az árfolyam nyeresége realizált, tulajdonképpen papíron kimutatott, effektív nyereség. Azért papíron kimutatott, mert mögötte semmilyen pénzügyi tranzakció nincs. Egyszerűen a jegybank kezében lévő devizák árfolyamának gyengülése miatt jelen érték az, ami a bank jelenlegi nyilvántartásaiban megjelenik, árfolyam nyereségként. De a többség ennek az, amit a kormány a devizahitelesek megsegítésére használ? Tehát az a svájci frank, amit a bankoknak 256 forintért adott a jegybank? Hát többek között ott is van egy jelentős árfolyam. Hát nem kicsi. Árfolyam nyere. Persze, persze, ez is. Hát nem csak az én példaként az euró árfolyam változást említettem, de svájci frank, amerikai dollár, japán jen. Tehát amiben a jegybanki tartalékok denominálva vannak, az azokban a valutákban és a forint árfolyama között bekövetkezett változásnak az eredménye jelenik meg az árfolyam nyereség. Hát jó, ez egyszer egy nagy tétel volt a devizahitelesek. A devizahitelesek forintosítása esetében valójában három dolog történt. Az egyik dolog, hogy a veszteségeknek, mármint az árfolyam veszteségeknek, ugye körülbelül a 40%-át törvényi erővel a magyar kormány áthárította a kereskedelmi bankokra. Ezt a kereskedelmi bankok lenyelték. Ebben a jegybanknak passzív szerepe volt, hiszen semmilyen funkciót nem töltött be. A második részét lenyelték maguk a devizahitel adósok, akik ugye magasabb árfolyamon fizették vissza a hiteleiknek egy részét. Azért egy részét, mert amikor átváltották forintra, akkor már egy rögzített árfolyamon válthatták át, mint tudjuk, és az lényegesen kedvezőbb volt, mint az akkori piaci árfolyam. Végül a harmadik rész, a jegybank valóban hitelt biztosított azoknak a kereskedelmi bankoknak, amelyek a devizahitelek kivezetésében szerepet játszottak, és itt azt a devizahitelt biztosította a jegybank, de azon az árfolyamon, amilyen a hitelkiváltás időpontjában éppen érvényes volt. Tehát a jegybank itt se vesztett az égvilágon semmit. Most miután a kérdése az volt, le lehet egyszerűsíteni, hogy ne legyen ennyire bonyolult szegény nézőknek az én magyarázkodásom, hogy azt is lehetett volna csinálni, hogy a jegybankon keletkezett árfolyam veszteségből... Beszerzési áron adja oda. Árfolyam nyereségből finanszírozza a veszteségét azoknak a hiteladósoknak, akik devizahitelt vett. Itt nem ez történt, hanem három részre osztották. Ezért tehát valójában a jegybank az árfolyam veszteség vagy romlás
révén elért árfolyam nyereségét nem használta föl a devizaadósok tartozásainak csökkentésére és az ő veszteségük mérséklésére, vagy pláne kompenzálására, hanem sajátjaként gazdálkodik vele. És ez ugye a jogi... Ez került például az alapítványokhoz. Ez került az alapítványokhoz. A jegybanktörvényből nem következik az, hogy ilyen típusú eszközökből alapítványt lehet létrehozni. Az teljesen világos, hogy mindenütt a világban a jegybankok kiegészítő tevékenységként kétségkívül hozzájárulnak például a pénzügyi kultúra megismertetéséhez, bizonyos oktatási feladatok támogatásához, nagyon szűk körben és nagyon minimális mértékben bizonyos jóléti kiadásokat is finanszíroznak, de nem olyan mértékben, amely például átvállalja a költségvetési feladatok egy jelentős részét, messze nem olyan mértékben, és főképp nem olyan funkciókat finanszíroznak, amelyek nem a jegybank feladatába tartoznak. Hogyha a Magyar Jegybank a Matolcsi vezetésével ugye külön tanszéket kap a Corvinus Egyetemen, amit ő finanszíroz, ha külön önálló főiskolát vagy egyetemi kart létesít Kecskeméten, amit ő finanszíroz, akkor az állami feladatok közül a felső oktatásnak egy jelentős részét átvállalja. Ez nem más, mint a költségvetés tehermentesítése. Most nem menjünk abba bele, hogy egyáltalán szüksége van az országnak olyan közgazdászokra, akik a Matolcsi-féle őrületet fogják tanulni. Ez egy más téma. Ez csak annyit jelent, hogy még évtizedekig ennek a konzekvenciáit nyögni fogja az már, a társaság, aki ezt tanulja. De várjon, őszinte, hát ezt már akár az ukránok vagy a románok is tanulhatják, hiszen a Matolcsi-ról szóló könyvet le is fordították. Az is elképzelhetetlen, hogy teljesen mindegy, milyen jó szándéktól vezérelve, bár ezt itt nyugodtan idézőjelbe lehet tenni, ugye valaki a saját munkásságát finanszírozza jegybanki nyereségből, mondván, hogy azzal ugye a térségben elhinti ezt a csodálatos nézetrendszert, amit unortodoxiának hívnak. Mindaz, amit a jegybank... Nem akarom tovább mondani, igen. A dolog lényege, hogy mindaz, amiből az derül ki, hogy a jegybank ezt a valójában papíron létező árfolyam nyereségét nem a jegybanki funkciók kiegészítésére, vagy azok alátámasztására fordította, az nem csak hogy közgazdaságilag abszurd, hanem jogilag is tilos. Tehát erre gondoltam, hogy itt azért már... A konstrukció is... Igen. Törvénysértő, a finanszírozás is törvénysértő, és még belefutunk ugye a második nagy elemzési szempontból, a közgazdasági elemzésbe, hogy itt valójában nem történik más egyebek mellett, mint a költségvetés tiltott finanszírozása. Az állampapír, például az állampapír vásárlás révén, amikor akár jogászok, akár közgazdászok, akár politikusok e témában megszólaltak az elmúlt napokban, itt nagyon sok minden szóba került, hűtlenkezelés, csalás, hivatali visszaélés, tehát csupa-csupa büntető jogi kategória. Ön szerint is ez már az? Igen, ezzel átjutottunk a harmadik elemzési szempontra, a morális és a büntetőjogi szempontra. Szóval, hogyha ugye nem egyszerűen a jegybanki törvény sérti meg a jegybanki gyakorlat az alapítványok létrehozásából és az abból végrehajtott finanszírozással, hanem ezt még átlengi egy erős korrupciógyanú, átlengi ugye egy olyan személyi összefonódás, amely a jegybanki összeférhetetlenség szabályozásakor eleve lehetetlenné tenni, hogy rokonok számára, közeli ismerősök számára, családtagok számára, és hadd ne mondja, saját könyvek terjesztésére, meg fordítására állami pénzt fordítsunk, és nem is jegybanki pénzt, hanem állami pénzt fordítsunk, akkor bizony átléptük a, hogy is mondjam, csak azt a morális küszöböt, amit már csak jogi eszközökkel lehet minősíteni. És én is azt gondolom, hogy ez már BTK ügy. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt. Rövid reklám, aztán várom Önöket vissza.